egyenjogúság dicsérete, hogy az ő bordájából lettünk, vagy a habokból keltünk volna ki. Csak egy régen a fáról lebottyan ős macsó képzelheti, aki azért találta ki a nő teremtésének abszurd történeteit, hogy legyen egy ümbök, akire rákenheti a férfiné összes bűneit. Hogy miattunk tépte le az almát, és miattunk veszítette el egy egész hadat. És nem azért, mert ostoba fejjel ajándéknak nézte a trójai falukat. Hogy miattunk iszik, és miattunk lett ő a sarki kocsma legnagyobb adósa, mert miattunk lett az övé kereke világ legszörnyűbb anyósa. Hogy mi csábítottuk el, és mi hitettük el vele, hogy nélkülünk semmit nem ér, azaz amúgy is sivár kis élete. És mi ráncigáltuk szegény két fülénél fogva az oltár elé, és mi tuszakoljuk lassan, szisztematikusan a sír felé, mert mi zugatjuk a porszívót, mikor meccset nézünk, és tőlünk egy perc nyugta sem lehet. Hát miért olyan nagy dolog munka és főzés közt még edzésre vinni a gyereket? Bezzegő félkézzel is megtenné, ha az ő dolga lenne. Sőt, higgyük el, talán még örömét is lelné benne. De lássuk be, az ő nagy feladatát nem háríthatja másra, mert akkor kire maradna a földgolyó hősies dicső megváltása. A földgolyói, mely folyton folytás csak körülötte forog, és ezért számára rangon aluli minden női dolog. Ám mégiscsak szeretjük ezeket a kedves hólyagokat, akik amúgy csak kettes előjellel illetnek minket. Ezért bölcs mosollyal és sok-sok szeretettel mosunk zokni, gatyát és inget. Azt mondom hát asszonytársak, béküljünk meg, s legyen nekünk sokkal több az eszünk. Egyszer, talán, majd ők is felnőnek, s akkor végre majd egyenrangúak lehetnek. De... Mamma mia, Filippo, sola l'amore, Filippo, tragedia ben fine, sei in serie. Hallo, il signora Bonvanetti, Elisabeth, signora Bonvanetti. Maga az felügyelő úr, maga is hallott ezt a szörnyű hírt. Igen, ez egy párbaj volt. A szegény férjem és egy nagyon kedves fiatal szomszédünk. Hogy a férjem miért akarta megölni? Igazán nem tudom. Maga olyan megért a felügyelő úr. Hát akkor, ezt úgy is gondolhatsz. Kérem? Nem, szerencsére férjem halt meg. Azt gondoltam, hogy micsoda szerencséje van szegény Filippónak, hogy nem láthatja ezeket a szörnyű szenvedését, ezeket a keserves könnyémet, hiszen mindig boldognak akart látni. Ugyan? Feljelentés? Felőzelő úr, ez egy igazi békaviává volt. Igen, a férjem volt a béka. Olyan értelemben, hogy neki volt a szarvai. Ami a többi téveti, inkább egy ökrovó.
Igen? Igen, itt vagyok. Micsoda? Maga ide akar jönni? Nyomozni? Nyomozni? Felügyelő úr, ne most kérem. Ne is erőltese. Nem, nem. Még nem. Csak nem most. Nem most. Ja? Nem most azonnal, hanem csak este? Akkor rendben van. Rendben van. Most még túlságosan le vagyok sújtva. Feltöltő talpig vagyok feketében. Képzeljen fel, üdvözlő úr. Kérem? Igen. Még az is fekete. Az is. Képzelje, képzelje, felügyelő úr, képzelje. Felügyelő úr? Hova lett? Mi van magával? Haló? Mi történt? Ja, bocsánat, nem gondoltam, hogy annyira meghatódik. Felügyelő úr, este egyedül jön, ugye? Nem? Ja, vagy 20 rendőr kollégával? Az egész testtől magával hozhatja? Készítek valami könnyűt, felügyelő úr. Hamar itt tartunk, nem hozhatna magával 20 hegyivadászt is? Olyan izgalmasak ezek a kakastollak a kalapjukon. Igen, igen, várom estére. Arrivederci, arrivederci. Filippo, kedves férjem, ha láthatnak most mennyire szenvedek, tehát a talpik feketében. No, de Filippo, hiszen te mindig, mindig akartak boldognak látni, és most végre teljesíthetem a kívánságodat. Addig kínzott és addig udvarolt, amíg felvettem hozzá egyszer, mégis. Szép őszi délután 5 óra volt, hogy fes voltam, hogy mosolygott az ég is. A színes kosztümről nem is beszélek, de felvettem a róka garnitúrát. Egy szürke kosztüm, egy karcsúci bőcske, ami szokás így szerelmi túrán. Ehhez hozzá kiváló alapom, a fejemen a legszebb kalapom. A kalapom, a kalapom, azon az alapon, hogy ott se veszem le. A kalapom, a kalapom, a kalapom, a kalapom. Kínált, teával és leültetett, de közben nem maradt se, hogy sem veszteg. Kés csókkal kezdte és kedveskedett, sőt végül tetlen simogatni kezdett. Próbálkozott kosztümmel és kapocsal, én többször rá is szóltam, ennyi, ennyi. Majd megpróbálkozott 100 féle szokkal, hogy legalább a kalapom tegyem le. Nem használ semmiféle hatalom, a fejemen maradt a kalapom. A kalapom, a kalapom, azon az alapon, hogy úgyse veszem le. A kalapom, a kalapom, a kalapom, a kalapom. Nem használt semmit, csak szekírozott, és egyáltalán nem maradt karakter. Vészesen rám hajolt és átkarolt, de makacságom az mégsem maradt el. Igaz ugyan, hogy 5:45-kor a róka bundám ott hevert a széken.
ott volt továbbá két karcsú cipőcske, s az új ruhám a legfőbb büszkesége. De azt az egyet büszkén vállalom, a fejemen maradt a kalapom. A kalapom, a kalapom, azon az alapon, hogy juss se teszem le a kalapom, fenn maradt a kalapom. Fölösleges célzás, Szilikém! Nem tehetett róla.
Igen, kapus vagy ka. Ez a nagy, ez itt micsoda? Ez egy egyiptomi tömény. Az ezüst szervízemből ellopták a szószosnál. Majd ezzel kiegészítem. Nem mondja. És mikor lopták el? Tegnap előtt, mikor maguk nálunk vacsoráztak. Júj! Kapá, édesem! Hová sietsz? Megyek a kozmetikusomhoz. Éppen mondani akartam, hogy ő rosszul van levágva a szakálla. Ezt a fazont a 80-as években hozták az osztrák tábornokok. Milyen jól emlékszik ezekre az időkre. Édesem, milyen jó a memóriája. Na, pá, drágám, pá. Hát itt az hol, hová siet? Na, hát tudja, az a helyzet, hogy hiába van megsértő. Meg vagyok sértve, igen is, mert nem hívott meg az arany lakodalmára. Hát tudja, az a helyzet, hogy rossz nálunk a lift. És hát úgy gondoltam, tapintatlanság lenne elvárni magától, hogy gyalog caplasson föl az ötödik emeletre a kis trapát lábaival. Igen, a kedves figyelmesség magától. Hát én mindig gyöngét voltam. Kivéve, mikor Afrikában emberevők közé keveredett, és mint hallom, megette a törzsfőnököt. Tudja mit? Én kavallér vagyok. Itt maradok. Legyen magáé az utolsó szó. Én meghallgatom. És lefogom a szemeit! Most jöttem a frontról egy kis szabadságra, és még aznap szertettem egy szoktatós dadára. Újjaj, milyen huncut leány, ez a kicsi terka. Úgy legel a szemem rajta, mint mezőn a birka. Amikor elhelyezkedik őszoktatás véget, a gyermek szájába nyúlja a tejvezetéket. Melegem lesz kínomban a bolszomat rágom. Érzem, hogy ki kell gombolni elől a kabátom. Az én babám egy egyszerű dada. Két tehénért nem adnám oda. Ő az én kis drága gyönyörűségem. Csak azt sajnálom, mégis szörnyű képpen, hogy miért nincs neki tej helyett sör a kezében. Egy moziban ismerkedtünk össze a sötétben, nem is láttam a képét, de már is megszednék. Mikor leült az alakja, úgy rengedezett a drinkot, éreztem az illatját, a de rozmaringot. Mondtam neki, gyere ide, ülj közelébb galambom. Nem menek én közelebb, mert megfogja a fogom. Azt mondta, hogy máshoz, máshoz, máshoz volna kedved. Azt mondta, hogy egy jó nagyot táncolni szeretne. Az én babám egy egyszerű dada. De hét tehénért sem adnám oda. Ő az én kis drága gyönyörűségem. Csak
haza kell mennem. Feleségemhez este vár. A tükörbe nézek. Megáll az ész. Rajtam nem segíthet más. Csak egy plasztikai sebész. Vagy egy jó indulatú tekintet. Nem is tudom, de ezt a sok csúfolódást tovább már nem bírom. Itt most eljött a pillanat. Vagy felkötöm, vagy elfogadom magamat. Én az utóbbit választom, de akkor minden gúnyolódást vissza kell utasítanom. Lehet, hogy itt, ott több a hájam, de jó a szívem, és nem rossz a májam. Van, aki nálam szebb, ez kétségtelen, de az a szépség értéktelen. Nem mondom, néha én is szeretnék szép, színes ruhákat, s ha tehetném, felvaradnám a lerogó tokámat. De én így vagyok hasznos. Nekem a belső, és nem a külső, a fontos. Ha valakinek most nagy a szája, mert azt hiszik, hogy őt nem tálalhatják fel vacsorára, hát az bizony nagyon téved. Soha senki nem elég védett. Bárkiből lehet kolbász vagy hulka, akár szürke, akár színes farkán a tolla. De azért én elismerem, hogy szebb a páva, mint én a pulga. Én nem mondom, imádom ezt szót, csak tőled várom, s te annyit mondsz, barátom, talán, talán, talán. Én ezerszer megkértem, hogy mondd, hogy lángolsz értem, s te azt feleled nékem, talán, talán, talán. Hát határozd el, drágám, hogy kell-e a szívem, hisz annyi férfi vár rám, aki boldog lenne vélem. S ha igazán imád már szívem, azt mondanád csak igen, s nem mondanád már talán, talán, talán. Azt mondanád csak igen, s nem mondanád már talán, 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 talán. Ne tartson talakodónak!
távol áll tőlem az ilyesmi. Ha nem haragszik, hát én is onnan jöttem a Markó utcából a tárgyalásról. Hát tetszik tudni, nekem a délelőtjeim szabadok, én nem járok moziba, nem járok színházba, nem járok kávéházba, én tárgyalásokra járok. Ott annyi mindent lát az ember, mert hát aztán télen hűtenek is a tárgyalóteremben. Mit érdekel az engem? Mit akar tőlem? Ne haragudjon, én csak azt akartam mondani, mennyire együtt érzem magával, amiért az az ellenetemült szélhámos mindenéből kifosztottam. Mondja, hogy tudott a bizalmába férfőzni az a gazember házasság szédelgőt? Nem is tudom. Tudja, olyan fellépése volt. Fellépése? Hát fellépése van egy színésznek, mondjuk a Gábor Miklósnak. De nem annak a nevetséges, szerencsétlen kis férfinek, ahogy mondani szokták, mit tetszett enni rajta? Tudja, olyan kedves volt. Olyan kedves volt, amikor a jövőnkről beszélt. Úgy kiszínezte az a gazember, már azt is megbeszéltük, hová fogjuk tenni a bútorokat, mert hogy ragaszkodott volna a közös hálószobához, de én mondtam neki, hogy ma az már nem divat. Meg amikor azt mondta, Ella, Lucy, főz majd nekem tarhonya leves, mert hogy azt szerintem. Már mindent megbeszéltem, és akkor kiderül, hogy ez a gazembernek már van egy felesége, Pécele. Fogadja együttérzésemet. Nem tudok nagyobb becstelenséget elképzelni annál, mint amikor egy férfi visszaél azzal, hogy egy asszony szeretetre meleg otthonra vágyik. Ugye, egy kicsit megért engem, olyan magányos voltam. És tudja, azért ennyi magány után olyan... Én igazán tudom, hogy én nem vagyok egy szép nő. Na hát arról szó sincs. Tessék? Na, azt tetszik hinni, hogy minden a szépség, ugyan kérem, a szív itt belül, a jó lelkűség, az fontosabb. Nem tetszene egy perce helyet foglalni, nyilván nagyon megviselt ez a törnyűség. Na jó, de csak egy pillanatra. Bocsásson meg. Nem akarok tolakodó lenni, de mégis, hát hogy jutottak idáig? A tárgyalásról hallottam, hogy ez a gazember kicsalta a pénzét, odaadta neki a 400 ezer forintos betétkönyvet, azt a pár ékszert, két gyűrűt, egy nyakláncot, egy régi aranyórát. Bocsánat, hogy lehetett ennyire butácska? Nem haragszik, ugye? Igazából buta voltam, de nagy lecke volt ez nekem. Én egyedül élek, és vendéglőben szoktam vacsorázni. Tudja, egyszer oda jött hozzám ez a gazember, és akkor még nem láttam, hogy mi van benne. És azt mondta, nagyságos asszony, tisztelettel kölcsön kérhetném a sótartót. Aztán mellém tette a tányérját, és leült. Akkor is tarhonya levestebe. Azt mondja, azért a házi, az más. Tudja, én nem vagyok olyan ismerkedős fajta, de olyan jól esett egyszer végre kibeszélgetni magamat. Aztán együtt mentünk fel a Rádai utcán, és olyan gálás volt eleinte, képzelje, vett nekem 200 forintért citromfagylaltot. Az is olyan jól esett. Nekem még soha senki nem vett citromfagylaltot, és olyan nehéz egyedül azokon a hosszú estékkel. Nekem tetszik mondani, tudom.
Olyan jó volt, hogy végre nekem is van valakim. Nem számított, hogy nem volt haja. Hát mindenkinek nem lehet haja, még a demokráciában sem. De még mindig nem értem, hogy lehetett ilyen jó hiszemű. Kicsalta a pénzét, az ékszereit. Hát úgy hittem neki, amikor azt mondta, Ella, Luci, végig bizsergett a hátam a hideg, és olyan jó étvágya lett a tarhonyaleves, amit főztem neki. Tarhonyaleves, nevetséges. Hát ezt nem értem magukban őkbe, úgy tudnak hinni, úgy tudnak bízni. Az első jött, ment, becsapja magukat. Aztán jön a kegyetlen ráébredés. Csodálatos szerencséje volt, kedves Ella, hogy annak a gazembernek nem volt ideje elkölteni a pénzét, sőt, az ékszereit is visszakapta az álcázból. De nagy lecke volt ez nekem, kedves Umber Stock Dezső vagyok, CK-ban. Kedves Umber Stock úr. Csak még azt tessék nekem elmondani. Milyen trükkel dolgozott az a szélhámos, ugyanis ez egyszerűen nem megy a fejembe, hogy valaki csak úgy kiadja a kezéből a petékkönyvét, meg az ékszereit. Hát tudja, eleinte nem beszélt több pénzről, meg elfélékről, de amikor egyszer meghallotta, hogy otthon tartom a petékkönyvet a szekrényben, a törölközők alatt, hát nagyon megszidott, hogy hogy is lehetek olyan jó hiszemű, hogy olyan helyen tartom a vagyonomat, ahonnan esetleg könnyen ellophatják. Azt mondta, adjam oda neki, majd ő elteszi otthon egy tűzbiztos ládába. Hát ez óriási! És maga odaadta? Hát már miért ne adtam volna oda, hiszen addigra azt is megbeszéltük, hogy az almazöld kosztümöt veszem fel az esküvőre. Sőt, még az ajtóból utána szóltam, hogy vigyen az ékszereimet is, azok sincsenek nálam biztonságban. És ő elvitte. Hát, egy kicsit kérleltem, de aztán elvitte. Ne haragudjon, azt mondom, én csak ámulok és bámulok, hogy a nők milyen hiszékenyek. Hát egyszerűen hihetetlen. Szígyon csak, olyan jó esik, igazam. De nagy lecke volt ez nekem. Buta voltam. Butácska. Bocsánat. Egyébként az egész ügyben az az óriási, hogy milyen olcsó fogással dolgozott ez a házasság szédelmű. Hogy azt mondta, hogy így is mondott, hogy Ella, Luci, így mondta? Igen, csak egész másképpen. Ella. Luci. Igen, így mondta. És ettől maga megszédül? Igen. Ella, nekem ezt még sohasem mondták így. Talán megtetszett érezni benne, hogy nem az az ember vagyok, aki kalandokra vágyik. Annyi rosszat lehet manapság hallani. Nem haragszik, hogy így ide tolkodtam? Ugyan már. Ilyen nehéz helyzetben kell, hogy legyen valaki az ember mellett. És még az sem megy a fejembe, szígítették azzal a bokkal, hogy asszonyom, senki nem tud a tarhonyaleves főzni, mint maga. Tarhonyaleves? Jó. Nagyon jó. Elhitette magában, hogy szereti a tarhonyaleves. És amilyen ostoba voltam, én beettem ezt a tarhonyaleves. Bocsánat, a tarhonyaleves tulajdonképpen jó dolog, ha egy kis oldalas is főd benne. Én füstölt oldalassal csinálom, és házi tarhonyával. Saját gyúrás. Saját gyúrás. Egy jó tarhonyalevesért mindent odadobnék. Jaj, hát nem olyan nagy dolog az, ha akarja, főzök egyszer magának egy jó tarhonyaleves.
Biztos vagyok benne, hogy senki nem tud olyan tarhonya leves főzni, mint maga. El, Luci! A ilyeneket mondd még, elbízom magam. Mit mondhatnék el? Szeretnék magánál tarhonya leves tenni egy életen át. Nem is tudom, mit felelhetnék erre. Én nem vagyok a szavak embere. Nekem komolyak a szándékaim, és borzalmas arra gondolni, hogy egy ilyen link szélhámos csavarló majdnem elhódította magát tőle. Magának olyan becsületes arca van. Ezt örököltem a szüleimtől. A becsületet. Semmi más. De az emberek nem ilyenek elhúzik. És az ilyen ártatlan lélek, mint maga, ki van nekik szolgáltatva. Apropó, hol tartja a betét? Természetesen a táskámban. És mondja, kedves Erőci, ha utazik a villamoson, és belenyúlnak a táskájába, mit fog csinálni? A 400 ezer forint azért az pénz. Hát kegyed azért, megdolgozott. Meg, de még mennyire? Ezért mindig rajta tartom a kezem a táska fogantyúja. Nem jó, kérem, nem jó. Mert amit kegyed rajta tartja a kezét a fogantyú, az alatt alonnal kilophatják a táskát. Még tetszik tudni, mire képesek az emberek. Gondolja. Hát talán nem olvas újságot, de csak a kézi munkarovat. Tényleg, hogy még egy ilyen csalódás teljesen összetörni a maga érzékeny, picény lelkét. Ne is mondjon ilyeneket! Nézze, én megvagyok róla győző, sőt biztos vagyok benne, hogy a maga hiszékeny lelke mellett igen rossz helyen van az a betékön. Gondolja! Biztos vagyok benne. És én meg akarom védeni esőtől, széltől, vihártól. Szabad a betétkönyve. Félreértés ne essék. Én nem ígértem kegyednek házasságot. Hát dehogy is ígértem. Jól is néznénk ki. Viszont jobban gyanussá tenne magát, tenni magát előttem. Én csak azt ígértem, hogy mindenféle link, csavargó, szélhámostól meg fogom védeni. Ennél többet nem is kívánható. Ígértem én magának házasságot? Hát pedig már legalább egy negyed órája beszélgetünk. Na, nézzük csak ezt a betétkönyvet, négyszer. Ho-ho! Na várjunk csak! Hát ez csak 380 ezer forint. És mit csinált az a 20 ezer forinttal? Hát voltak kiadásaim, a perköltség, meg egyebek. Na jó, ez is több, mint a semmi. Legyen nyugodt, kedves Ellúci, hogy én mindentől megvédem ezt a betétkönyvet. Aztán elmegyünk együtt, nézzünk valami szép bútor, pár alumínium hazékat, az ugye könnyen tisztítható, meg nem rozsdásodik. Hát akkor, pá, Ellúci. Deső, és mikor találkozunk? Holnap délben a Citadellánál a jobb oldali lőkésnél. Ha esetleg késnék, ne legyen türelmetlen, és egyre kérem, soha ne legyen, naív talán ez a legjobb, hiszen annyira rossznak az emberek, csókolom a kezeit, elcív. Dezső, azt mondta, jöjjön!
Bocsánat, ha esetleg nem hisz nekem, akkor... Még az ékszereim. Itt vannak az ékszereim. Várni fogom. Csak várjon. Szemérmet és Józsáfné, Erzsó Kemőke vagyok. Ahogy látom, itt mindenki fiatal. Úgy gondolom, tegeződjünk. Én nem vagyok ám plegykás, amit tudok, csak nektek mondom el. Hallottátok? A János bácsit bevitték a kórházba. Egyik nap éppen vizit előtt a nász éjszakáját mesélte a szobatársaknak. Lövetkőztem mesztelőrre, azt úgy mondtam. Margit, ezt tudom nyújtani neked. Ekkor lépett be az orvos. Hogy vagyunk, János bácsi? A maga korában a szexnek legalább a felét vissza kellene venni. Melyik felét? Amikor beszélek róla, vagy amikor gondolok rá. Itt még álmodni se hagynak róla. Alig, hogy egy kicsit elszundítok, rögtön újra élesztenek. Képzeljétek a Fali bácsi, a nyáron kiült a gangra. Gagya nélkül. Még látta a unokája. Ennyi nagypapa, miért csinál ilyet? A nagyanyád ötlete volt. A múlt héten ing nélkül ültem ki, ott még merevedett a nyakam. Ezt nem mondhatom el. Ezt nem tudja senki. Csak a közvetlen szomszédasszonyom a Bősi, a Rozi, a Kató, a Manci, a Sára, a Térka, a Julis, a Boris, a Panni, a Gizi, a Zsófi. Csak nektek mondom el, mi volt, amikor a Julis megkérdezte a Boris néni, hogy mi van a szatyorban. Tudod, Juliskám, a kertem végében van a focipálya. Az a rengeteg sok furkoló. Teleisszák magukat sörrel, aztán mind a dénkertembe jönnek könnyíteni magukon. Én még előugorodtam a bukrok mögül egy hatalmas nagy ollóval, és azt mondtam, pészt vagy lenyírom ebbe a szatyorba, pénz van! És mi van a másikban? Nem mindenki akar fizetni. Ha láttátok volna, a sarki kisboltba egy siketném a fiatal ember akart vásárolni. Nem értem. Ő szólok a főnök úrnak, ő majd segít. Jó napot kívánok, tessék parancsolni. A dobozos tej elfogyott. Csak zacskós tejünk van. Azt mondja nekem az uram, hogy én nem is Erzsó Kemőke vagyok, hanem Erzsó Amóka. Rám fogja, hogy halálra röhögi magát mellette. Én annyitól mondtam már neki. Te Józsi, ha akarod, én mégse szólok. Nem akarok én özvegyszemérmet is Józsefné lenni. De állandóan nyaggat. Te, Erzsó Kamóka, olyan jó nevetni. A nevetésnél nincs jobb orvosság a világon. Hogy is volt, amikor az egyszerű öreg asszony ajtaján bekopogott a halál? Hát úgy volt,
Érted, jöttem? Érted, jöttem? Az életedért. Ja? Sanyi! Életén! Keresnek! Tudnék ám én még mesélni, de jó is még látos. Hát még az máskor is szeretnétek hallani erről arról. Majd legközelebb! Udvaron szép nékem egy legény, oly szép fiú volt ő. Megszerettem én is csak talán, kis a szívem nem fő. Ő így szólt hozzám, édesen nekem. Szerettél-e már máskor is, Titán? Soha meg nem botlott, állandóan vigyázott rám, még akkor is, mikor kotlott. De egy nap, ó, az a nap, nekem ma is gyászos dátum, levágták, s húsleves lett, utolérte őt a fátum. Engem pedig mély gyászomban felharolt egy öreg kakas, ki azt mondta, segít rajtam, ha nem leszek nagyon nyakas. Én voltam hát a kakashoz, kihez a kétszer fűzött, de a viszony nem volt tartós, mert a romlás tovább űzött. Közben szépen gömbölyöttem, formás lábam. Fürgés szalad, s legfeltűnőbb volt rajtam az úgynevezett püspökfal. Múlt az idő, s lett belőlem élni vágyott cédaérce.
Mindegy volt már kicsit belém. Egyre lejjebb szállt a mérce. Az élettem, aki akart, a sorsom pikás dramu lett. Csak azt néztem, kakas legyen, mindegy, hogy sovány vagy mulett. Udvarában hemperegtem, tápkalokkal várt a lejtő. Barom fiólak pricse volt, számomra a búfelejtő. Aztán egyszer vége lett a nagy táridónak, tornak. Portám körül a kakasok, miattam már nem kotornak. Ha kérik, pénzért kiadom, más csirkéknek ketrecem. A sok kakas végam fizet, és én a fegbért elteszem. Mit tegyek hát? A sorsom nékem már más irányba nem mehet. A lejtőn megállni nem, de jól megélni, azt lehet.